Színes, gazdag, tartalmas nap várta a történelem, helytörténet, honismeret elkötelezett kedvelőit. A megyei találkozón díjazták a kiemelkedő munkát. Az Egyesület 30 éves, és jövőre jubileumot ülünk a megyei találkozót tekintve is. Ezen a találkozón Tengelicet fogjuk bemutatni, mindig valahova vidékre igyekszünk kimenni, kivéve, hogyha nagyobb évfordulónk van, hiszen nagyon fontos, hogy megbecsüljük a vidéknek is a munkáját, és itt négyen az egyesületi tagjaink, akik az Értéktárbizottságnak is oszlopos tagjai, és júliusban vetődött fel az ötlet, hogy bemutatjuk a falut, megtiszteljük őket, hogy ide kijövünk. Farkas Zsuzsannával így vettem fel a kapcsolatot, és építettük ki ezt a mai programot. A köszöntők után, a programban először köszöntők hangoznak el, és a köszöntők után a díjakat fogunk átadni. A vendéglátó település, azaz Tengelic nevében Kajsza Béla alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kihangsúlyozta, hogy vigyék örökségére, értékeire joggal büszke Tengelic jó hírét szerte az országban. Az Országos Szövetség nagyobb díjakat ad a tagságnak, ezeket pályázat útján tudjuk elnyerni, és nagyon nagy örömünkre az Országos Szövetség legnagyobb díját, a Bél Mátyás díjat dr. Szőcs Zoltán kapta ebben az évben. Ő már az 50. Országos Honismereti Akadémián átvehette a díját a parlamentben. Ezen kívül 6 emléklapost tüntet ki a szövetség. Bél Mátyás emlékplakettet vehetett át Szőcs Zoltán, a Bonyhádon élő tanár, történész, geográfus, a Völgységi Múzeum nyugalmazott igazgatója, az Egyesület elnökségi tagja. Mint mondja, ez az elismerés számára a Honismereti Szövetség Kossuth díjának a megfelelője. Itt szeretném megköszönni a Tolna megyei Egyadanta Honismereti Egyesület tagságának és vezetőségének azt a megtiszteltetést, hogy a Bél Mátyás díjat átvehettem. Ez nagyon megtisztelő, hiszen a megyében én vagyok a 6., aki ezt a díjat megkapta, és azért is megtisztelő, mert Bonyhádon dr. Kolta László tanár úr, a korábbi honismereti szakköri vezető volt az, aki ezt megkapta. A kitüntetettek száma a megyei találkozón tovább gyarapodott, miután további 6 tag lehetett tulajdonosa az Országos Honismereti Szövetség emléklapjának. Köztük Gruber László, a Bonyhádi Gimnázium földrajz történelem szakos tanára. Igazság szerint engem általában úgy ismernek az emberek, hogy nem annyira a honomat ismerem, vagy a közvetlen környezetemet, hogy egy kicsit kielemezzem a szót, hanem inkább mint utazó ember, aki a világ minden táján előfordul. Nagyon nagy megtiszteltetés, és ezt nem csak udvariasságból mondom, szerintem az egy nagy dolog, ha az embert a szűkebb környezetében ismerik el, és külön köszönetet szeretnék mondani dr. Gesztesi Enikőnek, és természetesen az egész elnökségnek, illetve a felterjesztőknek. Mint említette, Tengelicre már szinte hazajár, mivel egy-egy távoli ország felfedezése után gyakran érkezik a településre előadásokat tartani és megosztani a helyiekkel ezen utazásait. Ezért is közel áll a szívéhez, hogy a díjátadóra itt került sor. További érdekes kapcsolódási pontra hívta fel a figyelmet. Az esemény izgalmas előadásokkal folytatódott, melyet régi, helyi, nemesi családok leszármazottjai tartottak, majd végezetül a díjazottak és az egyesület tagjai megtekinthették a község helytörténeti nevezetességeit a program lezárásaként. Mindemellett Tengelicre, mondhatom kicsit nagyképűen, hogy már hazajárok, bár nem ilyen minőségemben, hanem pont az útjaimról szoktam előadásokat tartani, beszámolókat tartani a népfőiskola kapcsán is. Ami érdekes volt talán, hogy egykori földrajztanárom, dr. Szőcs Zoltán is itt van a rendezvényen, aki megkapta a legnagyobb elismerést, amit honismeret területén megkaphat valaki, ez a Bél Mátyás díj, és ő nála annak idején, amikor megalapította a gimnáziumban a 80-as évek elején a honismereti szakkört, annak tagja voltam. Úgyhogy mondhatnám azt is, hogy egy picit visszatértem talán.